gyere elkérünk, légy a vendégünk, s lesz egy szép közös emlékünk. A víz, ha a part, ha a nap is kitart, s nem kapunk ki egy nagyobb vihar. Gyere el végül, ami itt készül, s elviheted majd emlékünk. Az a víz, az a part, az a nap is a tiéd. A szemedet, csak te láthatod, hogy ott belül lehet, hol a part és hol kezdődik az ég. Jó napot kívánok, Lóth Kati vagyok, és innen Pécsről egy különleges kincskeresésre indulok Baranya megyébe. Az útvonalamat azonban nem térkép vagy GPS határozza majd meg, hanem egy könyv. Benne fényképekkel, legendákkal, történetekkel, busókkal, ízekkel és különleges emberekkel. A mai hazahúzóban tartsanak velem kincses Baranya felfedezésében. Dráván innen, Dunán túl, legeslent és leges délen, hegyek között, erdők mélyén. Innen indul a mese. Ami mégsem mese, hanem az igaz valóság. Egy olyan valóság, aminek hőseit magad is megismerheted. Egy olyan hetet-hét világ, amit te járhatsz most végig. De nem leszel egyedül. Egy térkép segít és vezet majd az úton. A térképet pedig az a kincses láda rejti, amibe ez a kaland mind-mind belefér. Nyisd ki hát a ládát azzal a kulccsal, amit éppen itt tartasz a kezedben. Kincses Baranya kulcsával. Nézzünk is bele ebbe a kincses ládába a fotóművész Juhász Balázs szemével. Juhász Balázs Kincses Baranya című kiállítása perceken belül megnyílik. Szerencsére még volt lehetőségünk elkapni Balázst a megnyitó előtt. Balázs, ha jól tudom, te a világ minden pontját bejártad már, és körbe fotóztad, de most mégis visszatértél Baranyába, a szülő helyedre, a szülő városodba, Pécsre és környékére. Miért szerettél bele ebbe a tájba, azon túl, hogy nyilván az ember ahol születik, az a legfontosabb számára, de úgy gondolom esztétikai szempontok is vezéreltek. Hát igen, régen készültem már arra, hogy azért illene megörökíteni azt a helyet is, ahol születtem, vagy ahol élek. És amikor ezt a megbízást kaptam, szinte pontosan 2 évvel ezelőtt, pont a busójárás volt egyébként az időben, akkor egy picit úgy elgondolkodtam, hogy vajon ugyanúgy fogom tudni-e végigcsinálni ezt a projektet, mint mondjuk Párizst vagy akár Indiát, mert azokon a helyeken nyilván elutaztam, belecsöppentem abba a világba, tehát teljesen ki tudtam kapcsolódni, elrugaszkodtam a mindennapjaimtól, itt viszont ettől féltem, hogy mennyire tudom magamat függetleníteni és rákoncentrálni mondjuk arra a helyre, ahol most dolgoznom kell. Olyan, mint egy mesekönyv, képekkel és történetekkel, mitológiákkal, legendákkal, és ahogy a kép és a szöveg összefonódik, úgy alkot egy teljes egységet. Ezt a képet választottad a könyv borítójaként. Mi ennek a története? Jól látom, ez egy szívecskét formázó tó. Igen, ez az a hely, ami a legközelebb állít hozzám Baranyában. Hogyha régenben azt gondoltam, hogy el akarok menni kirándulni, vagy ki akarok menni, akkor biztos, hogy a Herman Ottó tó volt az, ahova akartam menni. Ugye az a kép címe, hogy Baranya szíve. Tehát akkor innen indul ki minden, induljunk ki a szívből, és akkor haladjunk tovább az emberig. Nekem nagyon izgalmas a képeidben az, hogy azt látom, hogy ahogy a hagyományokat és a népművészetet megjeleníted, az egy nagyon jelen idejű dolog. Tehát nem azt látom, hogy ez itt a múltban, annak idején ilyen ruhákat és ilyen népviseletet hordtak a lányok, asszonyok, férfiak, hanem hogy most is vannak emberek, akik tartják a hagyományokat és e szerint élnek. Ez fontos volt, ez a jelen idejűség a képeid megjelenítésekor? Igen, bár egy kicsit féltem, hogy nem-e nagy hangsúlyt kapnak mondjuk így a nemzetiség, de nincs olyan megye Magyarországon, ahol ennyi nemzetiség lenne együtt. Tehát ez egy nagyon fontos momentuma volt, és nagyon meg is
lepődtem ezen, hogy ennyire erősen ápolják a hagyományaikat. Vannak, akik 400-500 éve is akár. Igen, igen. És a horvátok, sokácok, ők aztán különösen. És ezt a fajta életérzést, örömet, amit lehet látni is rajtuk, amikor beöltözhetnek a ruhákba, amik egyébként nagyon drágák, tehát egy ilyen ruha több százezer forint is. A mese az mindig fontos volt számomra, az is, hogy ne csak fotókat mutassak. Minden könyvemben van szöveg, mert valahogy ez együttesen fogja elvarázsolni azt, aki a könyvet a kezébe veszi. A képek olyanok, hogy előre megíródtak a fejembe. És ezt most is észrevettem magamon, hogy nem kimentem csak fotózni, és kerestem a témákat, hanem én már előre azokat a képeket kerestem, ami a fejemben volt. Én már tudtam, hogy Mohácson egy nagyon komoly, a fiataloknak egy nagyon komoly életet élnek úgy, mint fiatalok, ezt nagyon irigyeltem is. Irigyeltem azt is mindig, hogy ott élnek a Duna partján, és ez nekem nagyon meglepő volt a mai életben, hogy így is lehet ilyen közösségi életet élni. És a busójárás, ő nekik egy nagyon fontos momentuma minden évben, amire készülnek. És szerintem ahogy vége, azonnal várják már a következő busójárást. És ezen én el is gondolkodtam, hogy valójában ez a maszk hogy változtatja át őket. És úgy érzem, hogy akkor jön igazán ki belőlük az, akik, amikor a maszkot felveszik. Hogy annyi állarcot veszünk fel a hétköznapjainkban, hogy ők pont ezt vetik le akkor. Ez egy ilyen, kicsit ilyen visszatérés is, hogy mindig utazni akartam, a világot akartam látni, és most érzem azt, hogy egy kicsit így visszatértem, egy kicsit így hazatértem ezzel a munkával. Hogy most már nem vágyom annyira, hogy a világ másik oldalára menjek, hanem inkább folytatnám itt tovább ezt a munkát. Tehát amit mindig máshol kerestél, lehet, hogy itt találtad meg? Igen, és nem kell elmenni, úgy látszik a világ másik oldalára, hogy megtaláljuk azt, amit keresünk. A villányi bor receptjét rejtsd el mélyen a tarisznyádban. Meleg, napos idő, száraz nyár, mészkőre rakódott vörös agyag, barna erdőtalajjal keveredő lösz, meg egy nagy adag szerelem. Bár a borvidék villány után kapta a nevét, a szomszédok épp úgy töltenek a közös hordóba, mint villány. Például Palkonya és a mesebeli piros templom kupola. Itt sétálgatunk Palkonya kis egy utcáján, így az egész falu egy utcából áll. Hányan laktok itt összesen? Így van, itt összesen 330-an lakunk itt a településen, és ugye itt Palkonyán a villányi borvidék részeként a településnek ez az egyik különlegessége, hogy itt egy utcából álló településről van szó. Fantasztikus hangulata van mindezeknek a kis házacskáknak, mint pedig ennek a templomnak, ami már nagyon távolról látszik, hiszen egy piros kupolája van. Így van, itt, hogyha az utcán sétálunk, akkor több műemléki házat is láthatunk, amiket egyébként kis táblák jeleznek, hogy védett épületről van szó, de hát igazából itt a településnek a két markáns műemléki épülete, az egyik a pincesor, a másik pedig ez a római katolikus körtemplom, ami Szent Erzsébet tiszteletére lett felszentelve, és ez a 19. század elején épült egyébként. A Batthyány család építette ezt a szép templomot, mert az addigra kis kápolna, amit a településen lakók egyébként önerőből építettek, kicsinek bizonyult, úgyhogy ez a nagyvonalú adományként és hozzájárulásként a Batthyány család építette ezt a templomot. Ugye talán azt is mondhatjuk, hogy Magyarországon ez az egyik legszebb ilyen stílusú, klasszicista stílusban épült körtemplom. És nem vagy elfogult, ezt is mondhatjuk. Hát, de talán egy picit, tehát azt mondhatjuk, hogy egy picit elfogult vagyok, de alapesetben tényleg nagyon kevés az a templom, ami ilyen szép kupolával rendelkezik. Igen, sokszor azt mondják, hogy ez ilyen török behatás, pedig ha jól tudom, semmi köze a törökökhöz. Így van, tehát ez alapesetben is katolikus templomnak épült.
kupola egy kis Madonna szobrot is őriz, amit a híres Blumporás család állítatott hálából, amikor fiúk tanítványaival együtt egy Dunán felrobbantott hajóról épségben tért haza. És ez még csak a templom. Sétálj végig az egy utcás falucska védett házai mellett, és heveredj a fűbe a domboldalt beborító 53 gyönyörű présház egyikének tövében. Ilyen lehet a szerelem megrajzolva, mint amit most látsz. Ez a pincesor megközelítőleg már majdnem 300 éves, és egyébként a világörökség részét képezi. Az az 53 különböző kis pincéből álló palkonyai pincesor, amiknek egyébként az is a különlegessége, hogy itt ugye a pincék egymás alá nyúlnak, úgyhogy itt azért, hogyha egy felújítás van, vagy egy nagyobb építkezés, akkor óvatosan kell, nehogy megdésmáljuk egyébként a szomszédoknak, vagy a másik boros gazdának a pincéjét. Tehát egymás alá nyúlnak be ezek a pincék? Így van, különböző hosszúságúak a pinceágak, de itt ezen az öt szinten keresztül ugye egymás fölött helyezkednek el. Ezért is egyébként egy nagyon különleges épület együttese a Villányi borvidéknek. Különböző motivumok jelennek meg a pince ajtókon, ugyanakkor az a teljes településen is meglátszik egyébként, hogy a német és ezen belül is a sváb építészeti örökségnek a részeit képviseli. Hát vannak itt zöld ajtós pincék, piros ajtós pincék, meg különböző színvilágok, de ettől különleges ez a pincesor. Szemközt a palkonyai szőlőhegy tetején pedig kis kápolna áll, ami Szent Bertalan nevét viseli. Augusztus 24-én, Szent Bertalan napján, napfelkeltekor lesz be a kápolna ablakán. A sugarak a szentélyre, pontosan Szent Bertalan képére világítanak majd. Most pedig fordulj meg, és a hegytetőről nézz vissza a falura. Ezt a képet vidd magaddal tovább. Hát, hogyha most helyileg meg kéne határozni, hogy hol vagyunk, akkor a Villányi hegységnek az északi platóján vagyunk, ami Palkonyához ugye legközelebb esik, és egyébként ez itt a Weingarten dőlő, és itt került átadásra, felszentelésre 2007-ben az a Szent Bertalan kápolna, ami a szőlő munkásoknak a menedékét képezi itt a hegyen. Szerinted mi az oka annak, vagy mik azok az összetevők, amik miatt itt a Villányi hegységben, itt a Villányi dűlőkön teremnek Magyarország szülői, amikből aztán azok a csúcsborok készülnek, melyek messzeföldön híresek? Így van, hát ugye a Villányi borvidék a legdélebbi borvidék itt hazánkban, és ebből kifőleg a napsütéses órák száma a legmagasabb. A másik az a különleges talaj, az a vörös agyagos löszös talaj, ami itt található a borvidéken, ami megadja a vörös boroknak igazából a karakterét. Ezeknek a természeti adottságoknak párosul a borkészítési hagyományokkal, azzal a szakértelemmel, amit itt a villányi borászokkal képviselünk, úgyhogy ebből a szempontból több összetevőből áll az, hogy itt innen kóstolhatjuk az igazán prémium testes tüzes villányi vörös boroknak javát. Itt vagyunk a Mokos pincészetben, melynek dinnyetes borai származnak innen a Villányi hegység tőkéiből, dűlőiről. Ez milyen bor, amit most épp töltesz? Nekem kérés nélkül töltöd, azért ez egy jó hely. Így van, tehát ez a kis fogadóitalunk, úgymond itt a túrázást követően megérkeztünk ide a Mokos pincészetbe a panoráma teraszra, úgyhogy a szép palkonyai pincesor itt látszik mögöttünk, illetve a templom, és egy 2017-es rozéküvét tudunk megkóstolni. Hát rozéval indítunk. Egészségedre. Egészségedre. Bemelegítő rozét követően a Villányi borvidéknek ugye az egyik legmeghatározóbb szőlőfajtájából, a kék oportóból készült portugízert fogjuk megkóstolni. Ez egy 2016-os évjárat, és ugye az oportót, portugízert az úgy szoktuk emlegetni, mint egy baráti beszélgetős bor, hiszen ő egy gyümölcsösebb, könnyedebb, legtöbbször nem érleljük egyébként hordóban, hanem egy tényleg egy alkoholban is egy picit alacsonyabb
tartalmú tétel, és egy picit tovább tudunk mellette beszélgetni egy hosszú este folyamán. Tehát ez nem a gyors búfelejtő, hanem ez a baráti társaságoknak. Így van, én azt gondolom, hogy alapesetben a portugízer, ami tényleg itt legnagyobb mennyiségben és szinte minden gazdánál megtalálható ez a fajta bor, az tényleg a hétköznapoknak a bora. Egy tényleg jó ívású, gyümölcsös, fiatalos, ropogós, friss kis tétel. Nagyon tetszik ezért... nekem, hogy a borászatban annyira szép jelzők vannak. Ropogós és friss tétel, és virágok, és málna, és kicsit olyan, mintha a költészet a kémiával találkozna. Hát igen, azért a borral kapcsolatban azt kell tudni, hogy ez egy élő dolog, tehát itt a borásznak szíve, lelke benne van egy-egy tételben, egy-egy palacban, az egyénisége is megjelenik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lelke van egyébként a bornak, és így is kell hozzá viszonyulni. Tehát a következő tételünk egy 2017-es villányi fran lesz. Úgy látom, hogy ez egy dínyertes bor, legalábbis ha jól olvasok távolra, aranyérmes bor. Így van, tehát ez egy igazán különleges tétel, közben töltök magamnak is azért egy pohárral, mert tényleg egy nagyon szép borról van szó. Úgyhogy a 2011-es évjárat egy nagyon kiemelkedő évjárat volt, tényleg egy nagyon napsütéses, érett szőlőt alapanyaggal tudtunk dolgozni a szüret után, úgyhogy ez már egyébként színében is megjelenik, tehát mondjuk az előző portugízerhez viszonyítva itt már egy sokkal mélyebb, tartalmasabb, vastagabb borról van szó. Egészen más az illata is. Így van. Kicsit füstösebb, nem is tudom, mire hasonlít. Füstös, kávés, csokoládés ízvilág jelenik meg ugye a borban, és olyannyira díjnyertes egyébként ez a bor, hogy 2016-ban Villány legjobb Cabernet Franc-jának választották, nemzeti borkiválóságnak választották, de például a top 100 legjobb magyar bornak a második legjobb vörös borát tudjuk itt most megkóstolni. Aztán, ezzel a tisztelettel kortyolok akkor bele. Egészségedre. Hatalmas, erőtszerű templom magasodik a domboldal tetején. Isten és a csodák ereje teszi rá a kezét annak a fejére, aki elindul a lépcsőkön. Mária Gyűdre minden évben zarándokok tömegei érkeznek, hogy merítsenek a Szent Kút vizéből, amiben sokak szerint csodálatos erő, orvosság rejlik. Mária Gyűd a pécsi egyházmegyének a szíve, püspökatya is mindig ezt említi, hogy itt dobog az egyházmegye szíve. Hát nyilván, ahol az édesanyja van, ott van a szív. Hogy honnét ered, több mint 1000 éves múltra tekint vissza a kegyhely. A csodát úgy is vehetjük, mint egy múló valami jót az életünkben. De ennél Isten sokkal többet ad, és a kegyhelyek is sokkal többet adnak, hiszen a kegyhelyek Isten által kiválasztott helyek, megszentelt helyek. Ugye Mária Gyűdön jelenések történtek, tehát a boldogságos szűzanya megjelent, ezzel is megszentelt ezzel a helyet, és aki hittel jön ide, akár 1000 év távlatába is visszanézve, bizony meggyógyul. Hát hiszen a 16-17. Században több mint 300 váratlan gyógyulást jegyeznek föl. Több száz mankót hagynak itt a meggyógyultak. A mai napig találkozunk olyanokkal, akik hálatáblákat hoznak, szentmisét iratnak, hálatárgyakat akarnak itt hagyni, de egyáltalán csak az, hogy eljönnek, elmondják a történetüket, és itt hálát adnak a boldogság a szűzanyának. Így vannak azok az emberek, akik elmennek, én nap mint nap látom a szűzanya szobra előtt, és csodálkozva ránéznek. Nézik, mint művészeti értéket, aztán nézik, mint történelmi értéket, és aki leborul elé, ő pedig azt az értéket nézi, ami mögötte van. Az ízek pedig ezúttal térkép nélkül is elvezetnek a következő kincshez, a délszláv mesékkel és ősi ösztönökkel átszőtt világba, a Sokacok földjére. Mohácsra kalózolt minket kincses baranya, egészen pontosan a Szent Miklósi vízi és taposómalomhoz, ahol már készül is az ebédnek való a Kárpátaljáról ide látogató diákoknak. Ma érkezik az ebédnek való,
Ugye betettünk mindent, ami belevaló, hagymát, babot, előtte kicsit beáztattuk, a füstölt húst, csonkát, bőrös húst. Itt most még megbírom fogni, a másik oldalát már nem merném megfogni. Ahogy felforr ezen, fölmelegszik az edény, elindul benne egy olyan cirkuláció, egy feláramlás, ugye fizika törvényei szerint, hogy ott feláramlik, ezen az oldalon lehet, nem így keverek, hanem ilyen irányba elkezd cirkulálni. Elképesztő látványos, és mindenképpen arra jó, hogy nem ég oda. Tehát nincs az, hogy az aljára vagy az oldalára odaégne az edény, hanem gyönyörűen keveri saját magát. Amíg fű az úgynevezett sokac vagy köcsögös bab, elkezdi húzni a talpalávalót egy igazi tambura zenekar is. Nem hiába a tambura a busók zenéje, ez segíti őket az átalakulásban. A diákok is, ahogy meghallották a zenét, táncra perdültek. A Mohácsi Pokládtambura zenekar tagjai állnak mellette. Mit jelent az, hogy poklád? Poklade. Poklade. Bocsánat, poklade. Ez az átváltozást jelenti, és a abusajárásnak ez volt az eredeti neve. Tehát sokacul, a sokacok egymások között, a Mohácsi sokacok, így mondták, hogy poklade, ez az ő farsangjuk, és erre van a magyar név, hogy busajárás. Ti sokacok vagytok? Részben, igen, a zenekar, mostani zenekarból ketten, igen. Igaziból, aki Mohácsi, az akarva-akaratlanul találkozik előbb-utóbb, inkább előbb a tambura zenével és a délszláv hagyományokkal, más nem a busójárás miatt mindenképpen. Tehát olyankor, aki nem szeretné, az is hallja ezt a zenét, és hát ez nyilván, tehát aki erre fogja, hogy ezt elvarázsolja, aztán nekem is utólag derült ki, hogy volt délszláv vonatkozás a családfámban, miután már elkezdtem zenélni, és kicsit jobban utána mentem a dolgoknak. Tehát lényegében a származásom, a mohácsi származásom miatt alakult ez így. Ti mindannyian szoktatok busójáráskor átalakulni? Megélitek ezt az átalakulást, ennek igen, a misztikumát? Mit jelent az, amikor így fölveszitek a maszkot, és így teljesen átlényegültök? Ezt elmondani nem tudom, hogy ki lehet-e így tényleg fejezni, úgyhogy aki még nem próbált, az tudja, hogy ez mit jelent. Lényegében ilyenkor tényleg az ember kikapcsolja a hétköznapi problémáit és egyáltalán a hétköznapi életét, és egy teljesen új bőrbe bújva, szó szerint egy teljes átváltozáson esik át. És ugye a busójárásnak az állandó hangszere és kísérője ez a tambura, ugye? Igen. Na, mesélj nekem erről a hangszerről. Hát alapvetően ezt a hangszert, ezt a törökök hozták be. Hát igazából hallottam már többféle. Hát, hogy azt is hallottam, hogy egy perzsa származású hangszer. Igen, arra hasonlít egyébként. Igen, igen. Hogy igen, és hát most a horvátok használják leginkább. Hát, de igazából én még nem hallottam olyan műfajt, amit nem lehetne rajta eljátszani. Mindent lehet? De Despacitót is simán. Hát, egy kis gyakorlásom, természetesen. És te miért szerettél bele a tamburába? Hogy kezdtél el tamburán játszani? Igazából nekem az édesapám, ő már tamburás volt, meg a testvére is. Tehát anyatejjel szívtad magadba tulajdonképpen igen. A tamburát. És mitől más ez a tambura, mint egy gitár? Egyrészt kicsit kisebb is, ezen 4 húr van. Az alsó húrt meg szokták kettőzni, ha esetleg elszakad, ugye az vékonyabb, elszakad, vagy nincsen olyan erős hangja így, de most pont 4 húr van rajta. És sokkal strammosabb, erősebb hangszer, mint egy gitár, jobban le kell fogni. Szerintem látszik is a kollégának az ujjain, hogy itt a végén, hogy ugye itt rendesen meggyűrik itt a húrok, és hátulról, egész hátra mennek a húrok, ugye a gitár, pedig innen jönnek a húrláptól. Jóval nagyobb nyomás van egy ilyen hangszeren, mint egy gitáron, más a hangolása, a bundozása. És ettől igen. A hangzása is ugye egy élesebb, erősebb hangzás. De lényegében akkordozok ezen, tehát a tamburabrásnak elsősorban az akkordozás kíséret szekcióban a szerepe. Aki busó, az egész évben busó, tehát nálunk itt ez nem erről a néhány napról szól, hanem lényegében az életvitelnek a része. Meg hát mi is ugye nem csak busójáráskor zenélünk, hanem egész évben folyamatosan. Mit jelent az, hogy ma busó vagy, amikor éppen nem vagy beöltözve? Hát lélekben mindenféleképpen, és alapvetően is szerintem nem igazán telik el egy Mohácsinak olyan nap, hogy valamilyen szinten ne kerülne szóba, vagy ne kötődne valami kis momentum, apró momentum a busójáráshoz. Mi ez a lelki állapot? Milyen a busó lelki állapot, amit egy kicsit őrzöl magadban minden nap? Hát mindenképpen van benne egy kis lázadás, én úgy gondolom, hogy kicsit szembe menni a rendszerrel, és egy önkényesség, nyilván jó értelemben, tehát a bizonyos határokon belül, de mindenképpen az életigenlés, a vidámság. A csele nem csak II. Lajos halálának történetét viszi a hátán,
de azokról az időkről is mesél, amikor vize 24 malmot hajtott meg kimeríthetetlen erejével. Ezek közül egyetlen egy a 14. századi alapokon álló Szent Miklós vízimalom ma ismét működik. A malomkövek olyan szorgalommal őrölnek, mint több száz évvel ezelőtt. 2007-ben ezt a malmot mi megvettük családostól, és végül is az, hogy a malom áll, az körülbelül egy ilyen éves dolog volt, mert az eredeti terv az az volt, hogy megtartjuk úgy, mint rom, körbe lesz kerítve, és akkor kap egy nagyon szép táblát, mert hogy ugye ő maradt egyedül, de hogy mégiscsak meg legyen róla emlékezve. És amikor mi ebbe az egészbe belekezdtünk, akkor történt egy olyan dolog, hogy úgy döntöttek emberek, mohácsiak és környékbeliek, hogy segítenek nekünk, és felajánlottak dolgokat úgy, mint hogy cserepet, téglát, homokot, sódert, ilyen dolgokat, és akkor a lendületet adott ennek az egész felújításnak, hogy nem csak dzsungelt írtunk, hanem épületet is újítunk, hogy 2008 tavaszán kezdődött a felújítás, és ugyanannak az évnek a novemberében felkerült az utolsó cserép is az épületre. Van egy nagyon különleges varázsa, ami úgy látszik nem csak minket fogott meg, hanem az embereket is olyan szinten, hogy vannak olyan látogatóink, akik szinte minden évben ugyanígy visszajönnek ide, nagyon nagy szeretettel. Mi volt ennek a működési mechanizmusa? Ide jöttek az emberek a gabonával, igen? És akkor pénzért vagy gabonáért cserébe, hogyan működött itt a történet? Gabonáért cserébe ide jöttek, ide hozták a búzájukat. Ugye sváb vidék, ők itt is maradtak, szóval ők megvárták azt, hogy az ő búzájuk legyen megőrölve, és azt kapják vissza. És amikor megőrölték, akkor a Molnár elvette a 12%-os vámát. Az volt az ő gyussa, amit abba a ládába ugye berakott, és itt is visszajön az, hogy egy közösségi tér volt, mert ugye jöttek ugye ide az emberek, nem azonnal kerültek sorra, úgyhogy volt, amikor egy-két napot itt töltöttek, úgyhogy nem kellett hazamenni meg vissza, hanem letelepedtek az udvarba, a Molnár asszony sütötte a kenyeret, ugye a meglévő lisztből, előkerült a szalonna, a pálinka, és végül is egy jó kis közösség jött össze. Estére már minden pletykát mindenki tudott, mert addigra megerett az emberek nyelve, hogy nem csak mi felnőttek, hanem a gyerekeink is élvezik, és büszkén mondják azt, hogy nekünk egy malmunk van, és egy működő malmunk van, és ide jönni lehet. Szerintem mindaz, hogy ezt mind megéljük. Hogy nem kitalálva lett, hanem mi ezt megéljük. Mert volt. És jó újra, hogy van. A taposó malom próbatételre hívja az emberi erőt is. Elbír-e két láb úgy a kerékkel, mint a soha meg nem álló víz. Ahogy a csele ereje is más vizekből táplálkozik, úgy az emberi erő is meghálálja, ha akad miből merítkeznie. Egyelőre most azt mondom, hogy a Földön nem találunk egyetlen egy taposó malmot se, és ez indította azt az őrületet, hogy itt Mohácson, ahol hát mondjuk ki azért, hogy semmi keresni valója egy taposó malomnak, meg hát a rabszolgák sem nagyon voltak régen, meg börtönök se, mert ez a kettő volt a fő hajtóerő. De úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes technikatörténeti dolog lenne, hogy kipróbálnánk, hogy tudunk egy ilyen szerkezetet rekonstruálni. Hát most ezt hajtjuk. Nagyon izgalmas a Kincses Baranya című könyvben, megemlítik ugye az egykori malmokat, illetve a taposó malom is szerepet kap. Az olyan, hogy Baranyának a kincsei nem csak a múltból táplálkoznak, nem csak a múlt hagyományai élnek, hanem egy nagyon jelen idejű dolog. Ezt látom a busóknál, a tamburásoknál, tehát hogy itt nem az van, hogy múzeumban megyünk és valamilyen nagyon poros hagyományokat próbálunk megidézni, hanem ez a mindennapokban jelen van. Ha most bemutatkoznak, akkor azt kéne mondanom, hogy Mohácsi Bugarszky Norbert vagyok, és ez kifejezi az én lokálpatriotizmusomat, hogy én 18 évesen felvettem a Mohácsi előnevet, tehát ez már kicsit beteges, ahogy én ezt megélem, de az a talán a szerencsénk, hogy nagyon sokan Mohácson ezt megélik napi szinten a hagyományt. Nagyon, nagyon jó helyzetben van egy olyan település, ahol olyan lakók vannak, akik nem kényszerből vagy egy folklór együttes részeként
próbálják rekonstruálni a hagyományt, hanem folyamatosan jelen van. Ez nem egy hakni, tehát nem egy hakni műsor, hanem a tamburás fiú naponta tamburázgat otthon. Maga a busójárás, tehát önmagában a busójárásnak azért nagyon sok mindent köszönhetünk. És az, hogy ez a világörökség része lett, az emberiség szellemi örökségének része, én beleborzongok minden alkalommal, amikor kimondom, hogy nem mi mohácsiak, nem mi magyarok vagy európaiak, hanem az UNESCO 2009-ben úgy vélekedett erről, hogy a mohácsi busójárás az emberiség szellemi örökségének része legyen. Mert hogy azt látta, hogy itt egy élő néphagyomány van, és szinte mindent elmondtam ezzel a két szóval, élő néphagyomány, mint egy organizmus alakul, átalakul, vannak vadhajtásai, mindig valamilyen irányba fejlődik, de egyben közös. Nem egy szervezőbizottság egy KFT-től megrendeli, vagy egy önkormányzat lebonyolítja, vagy megszervezi, hanem a mohácsi emberek, a busók, és akkor legalább 1500-2000 emberről kell beszélnünk, aki ezt évről évre fontosnak tartja, hogy ezt megélje. Hogy van egy fafaragó réteg, egy busómasz faragó réteg, egy fazekas, a bocskoros, akik a bundákkal foglalkoznak, hogy ezek az emberek abból élnek, de akkor ennek a nemesebbik részét is, tehát a napi rutinjuk, a megélhetésszerű dolguk, egy szinte egy hagyományápolás. Na de ez folyamatos, évszázadok óta. A mohácsi halászlé tartalmas, sűrű. A halhús pépje is dúsítja azt a kocsonyásodó levet, ami vaskos ízével a legkorgóbb gyomrot is hallgatásra bírja. Ezen a vidéken főtt metéltészta jár a leveshez, külön tálban a lé, mellé pedig a maradék halhús. Készül a mohácsi halászlé, na most ez melyik nemzetiséghez tartozik a halászlé konkrétan? Mert ugye nagyon sok nemzetiség él Mohácson és Baranyában együtt békében. Így van, így van. Hát a halászlé az gyakorlatilag most már minden népcsoportnak az étele itt a Duna mentén Mohácson, de a tavaly évben, tehát 2017-ben a mohácsi német önkormányzat gondolt egy nagyot, és megrendezte az első dunamenti halfesztivált, a Donau-Lendisches Fish Festivalt, és hát ennek az apropóján ez a népcsoport most felkarolta. Ő egy igazi mohácsi busó. Azért nagyon ijesztő mellette állni. Gondolom ez a cél, hogy nagyon ijesztő legyen. Nem ijesztő, nagyon barátságosak a mohácsi busó. Természetesen, igen. Nem arról szól, hogy ilyenkor elszabadulnak az indulatok, amikor valaki magára ölti ezt a busójelmezt? Hát elszabadulnak, igen. Tehát az a lényege, ugye, hogy az átváltozást megélik ezek a busók, és hát a tavaszt próbálják köszönteni, a telet előzik, ugye, és egy kis termékenység varázslást próbálnak megvalósítani. Ja, ez már arra, hogy játszik a busok. És úgy látom, hogy teljesen át is szellemülnek, tehát én van, láttam, igen, a busó urat maszk nélkül, és sokkal visszafogottabban viselkedett velem, az az igazság. Az ez pont ezért, ez úgy az érzem, hogy még nem jutottunk el erre a szintre, de ő most átalakult. Ez egy ilyen mentális átalakulás? Igen, ezt igen, igen. Tehát azt azért, hogyha felhúzza az ember ezt a maszkot, akkor teljesen átváltozik mögötte, teljesen más világ tárul elé a busó állarc mögül. Ugye a Sokác népcsoport származik, ők hozták magukkal ezt a néphagyományt a Balkán területéről, de itt aztán az egész lakosság körében elterjedt. A legfontosabb kelléke, vagy hát öltözéke a busónak a busó állarc. Ugye ezt teszi igazán a busót busóvá, így felismerhetetlenné válik az illető, aki a maszk mögött van, és hát mindaddig busó is marad, amíg rajta van ez az állarc. Mert hogyha már lekerül róla, akkor már nem busó. És hogy lehet ilyen maszkra szert tenni? Ezt mindenki magának faragja, vagy vannak erre külön emberek, akik ezzel foglalkoznak? Hát a mi busócsoportunkban, a kolompos busócsoportban törekszünk arra, hogy mindenki saját magának készítse el az állarcát, a maszkját, mert hát attól lesz még eredeti, még autentikusabb, még igazibb, hogy saját maga munkája van benne az állarcban. Na és hogyha engem megölelget a busó, az milyen kihatással van az életem hátralevő részére? Nagyon jó kihatással van az életed hátralévő részére, onnantól kezdve teljesen el fogsz varázsolódni te is. És ó, tehát ez a cél, tehát a lányok így várják is, hogy jöjjön a busó. Így van, ez így a lányoknak van. Is jó, igen, neked is jó lesz, igen, a mondják a busók. Várják, hogy jöjjön már oda hozzájuk a busó, és kicsit játszom velük is. A szemnek kivált lyukak és a vigyorgó fafogsor kivert hézagai beengednek ugyan egy keveset a külvilágból, azt viszont csak a busó tudja, ki van oda bent. Hogy mi van oda bent? Az átváltozás tudatállapota.
a pokladé, a titok. A busó titka arról, hogy ki ő. Amíg a névtelen és identitás nélküli busóval beszélgettünk, addig a halász eljutott arra a pontra, hogy belekerülhet a hal. Milyen hal kerül a mohácsi halászlébe? Ez most egy ponthalászlé lesz, amit most készítünk, de előtte csináltunk egy ilyen kiváló alaplevet halcsontokból, tehát beleraktuk a ponty fejét és a farkát, valamint hát ilyen egyéb halakkal is kicsit megízesítettük, tettünk bele a harcsafáját, csuka véget, illetve kettő darab kárászt is, hogy egy kicsit jobb ízle legyen, változatosabb, mert minél több fajta halból készül a halászli, annál ízletesebb. De akkor ezt nem belepaszírozzátok, hanem belefő és aztán kiveszitek? Hát igen, igen, a csontokat, és akkor így elkészült az a szép alaplé. Annyiban lesz jobb tőle a lé, ugye ezek a halcsontok, ahogy így fölnek, ez a hal csontnak a belső gyakorlatilag, az így kifő belőle. Csontleves, halcsontleves. Hát igen, igen, igen. És ilyen tartalmasabb lesz tőle a lé, tehát ilyen kolloidosabb állagú lesz. Ha ide fölé tesszük a kezünket, akkor így érezhetjük, hogy kicsit ilyen ragadós. Igen, tényleg. Pedig ismerjük meg azt, aki utunkon végig kalauzolt minket. Kincses Baranya mesélőjét, a könyvíróját, akinek a hangja bizonyára sokaknak ismerős lehetett már. Juhász Balázs és Kerekes Bori könyve, a Kincses Baranya, hát itt van a kezünkben először, te is most láttad először ezt a könyvet. Most egy 2 másodpercig volt a kezemben, mielőtt átadtam. Akkor vissza is adom. Igazából jó érzés fogni. Ugye Kerekes Bori kolléganőmet nem kell a nézőinknek bemutatni, hiszen ő is a Hazahúzó egyik szerkesztő, riportere, műsorvezetője, és hát ilyen formán te bejártad az egész országot. Mindenfelé jártál, mindenféle emberekkel megismerkedtél, rengeteg hagyománnyal, tradícióval, várossal és faluval. Mitől különleges számodra mégis Baranya, Kincses Baranya? Érdekes ez, mert engem teljesen ismeretlenül keresett meg Juhász Balázs, ugye, aki fotózta a könyvet. Egy korábbi munkámra figyelt fel, ahol már Baranya megyéről írtam egyszer. És ettől függetlenül, hogy pont Baranyával keresett meg, kicsit furán hangzik, olyan, mintha ezt most beleerőltetném, de tényleg nem, nekem két nagyon nagy kedvencem van, Nógrád meg Baranya. Nincs is ide, Nógrádban van kötődésem egyébként, anyukám ott született, de Baranyához nincsen. És mégis valahogy én ezen a vidéken látom azt a változatosságot, például a természetben, a vizek, ezek a szelíd hegyek, a bor, tehát hogy itt annyi minden van, hogy tényleg, aki mondjuk kirándulni megy, vagy külföldre tervez utazást, tényleg bátran állíthatom, hogy itt minden megvan, ami egy ilyen 2 hetes utazáshoz kell. Számomra az nagyon izgalmas itt, hogy azt láttam, hogy a hagyományok nem valamilyen vitrínben porosodó, régmúltra emlékeztető dolgok, amiket valaki felelevenít, hanem él. Itt a fiatalok is busónak öltöznek, és borászkodnak, és több generációs borász családok vannak, és mindenki számára ez a hely megkérdőjelezhetetlenül jelen idejű. Így van, ez egészen jellemző, sőt például, ha példának lehet említeni ehhez az esküvőket, a lakodalmakat, ugye van a mároki meg a kásárdi lakodalom, és ezeket is fölelevenítik most. Eljátszák, tehát nem igazi lakodalomról van szó, de mindent ugyanúgy csinálnak. Még vannak olyanok, akik tudnak arról mesélni, hogy nézett ez ki régen. Mindent a menet szerint csinálnak meg. A busó az tényleg egy olyan dolog, hogy aki vendégként oda látogat, mindenki ismeri, mindenki tud róla, de a felszín alatt valami olyan, ha használtam ezt a nagy szót, egy transzcendens tudatállapot van ezekben az emberekben, hogy egyszer nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám, hogy milyen ott. Tényleg a mögött, az állarc mögött, amiből ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy csőlátást enged csak, ugye csak előre látnak. Egy egészen más dolog, ő látja, de te nem tudod ugye, hogy ő ki, bármit megcsinálhat. Ez is tényleg egy olyan dolog, de akár az ételeket is említhetném, a stifoldert, a gőzgombócot, a köcsögös babot, a mohácsi halászlé, szóval ezek tényleg olyan dolgok, ami miatt Baranya összetéveszthetetlen lesz mással. Ez szempont volt nektek, hogy egyfajta meseként tálaljátok ezt az egész világot, amit itt körbefogja az embereket? A mese az valahogy az én fejemben alakult így közben. Az szempontja volt Balázsnak is, hogy ne ezek a tipikus adatok legyenek. Tehát, hogy ha én interjút csinálok, akkor is mindig annyira törekszem, hogy hagyjuk a számokat. Egyszerűen az embernek az egyik fülénbe a másikon. Nem Wikipedia szócikk. Igen, és ez nem a 19. században nyert el teljes formáját című történet,
És a mesélés, az meg gondolkoztam most, vagy eleve ilyen vagyok, vagy hogy 2 éves a kisfiam, és nekem most lehet, hogy ez benne van a fejemben. Egyébként tényleg a fejemben volt egy gyerek is közben szerintem, ahogy írtam, és az volt a fő szempont, pont amit mondasz, ez a beszippantás, hogy valaki kísérjen el egy úton, hogy ennek legyen egy ilyen folytatása. Ez egy vándort képzeltem el magamban, aki fogja a kis batyuját, és az ott van a kezében, és mesélek neki. Ez Kincses Baranya, ez a könyv címe, és folyamatosan egy térképet adsz, egy kincskereső térképet adsz az embereknek, hogy milyen úton fedezzék fel Baranyát, egyrészt az ízek útján, másrészt a hagyományok, legendák útján. Nagyon sok legendával találkozhatunk, melyeket mi már lehet, hogy nem is ismerünk, vagy akár a helyiek is már csak egy-két idős embertől hallhatják. Ezeket hogy szerezted be? Hát nekem ezek a kedvenceim. Én egyébként is egy ilyen legendavadász vagyok, és Budapesten is nagyon sokan, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, érdemes velük foglalkozni. Nagyon sok ilyen mese van. Tehát, hogyha az embernek csak utána kell járnia, és csőstül jönnek a királylányok, a békakirályok, az ördög, ugye, aki felszántotta a hegyet, a hegy, aki elnyeri a gonoszt, vagy éppen a jót, szerelmek szakadnak szét. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a régen hogy adtak egy ilyen történetet annak a helynek, ahol éltek az emberek, sőt, bízom benne, hogy akár még most is születnek új legendák. Szeretnénk bebarangolni a környéket, érdemes több napra jönnünk. És akár egy olyan különleges szépségű nagymúltra visszatekintő szálláshelyet is választhatunk, mint a Király utcában lévő több mint 100 éves Hotel Palatinus City Center. Hát abban az időben ez gyakorlatilag nem hogy Pécs, hanem Dél-Dunántúl egyik legmodernebb és legszebb szállodája volt. Nyilván az akkori elit járt ide elsősorban. Igen, nagy polgári élet zajlott ebben az időben, tehát hatalmas, nagy, gyönyörű, szép báloknak is teret adott többek között az épület. Ha jól tudom, még Bartók is játszott itt. Így van, van egy gyönyörű szép báltermünk, a Bartók terem, és ezt gyakorlatilag őróla neveztük el, pontosan azért, mert ő is adott itt koncertet. Az étterembe kívülről is be lehet jönni, nem kell szálló vendégnek lenni ahhoz. Mit tudhatunk az étteremről, milyen konyhával várja az ide látogatókat? Az éttermünk abszolút magyaros és nemzetközi konyhával várja látogatókat. Igyekszünk azért nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy helyi alapanyagokat használjunk. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy nálunk még megtalálható ez a klasszikus régi vendéglátás és a klasszikus felszolgáló, ami azt gondolom, hogy ma már elég kevés helyen található meg, akár az országban, akár a világban. Hány szobával várjátok az ide látogatókat? 100 szobánk van összesen. Ez úgy tevődik össze, hogy van 6 darab lakosztályunk, tehát ha ezeket külön nyitjuk, akkor ez a szép kerekszám 100 szoba áll elő. 3 szobatípusunk van, economy, standard és superior szobákkal várjuk a vendégeket. És ami még érdekesség szerintem, hogy a 6 lakosztályunknak az egyike, az nagy szeretettel igénybe vett Placido Domingo által, aki majdnem minden évben jön most már Pécsre, és mindig nálunk száll meg. A Bartók termünk 300 fő befogadására alkalmas, ez nem csak konferenciáknak ad otthont, hanem esküvőket is rendszeresen szerveznek nálunk, illetve gálavacsorákat, bálokat. És emellett pedig van még egy szekcionálható kisebb termünk, a Nádor terem, ahova pedig a konferencia szekcióit, vagy pedig kávészüneteket, kiállítókat tudunk tenni. Fel, mennyi mindent találtál ebben a kincses ládában. Mennyi mindent, amit kezedbe foghattál, megízlelhettél, megszagolhattál, átölelhettél. Megismerhettél, kiteregethettél, becsomagolhattál, felemelhettél. Mennyi kincset, ami mind-mind belefért ebbe a ládába. Dráván innen, Dunán túl, Legeslent és Legesdélen. Nyisd fel hát utoljára a térképet, hogy meglásd az utolsó állomást. Az ott a te helyed. Mert ezen a térképen a mesék, a gőzgombócok, a busók, a hegyek, az évszázadok világában neked is mindig van hely.
tart.